Kedves megjelentek, tisztelt polgármester úr, megszeretettel köszöntelek, ha már megtiszteltél azzal, hogy én kezdhetek. És nagyon örülök, hogy ennek a mai beszélgetésnek az apropója az, hogy másodjára kerül lebonyolításra, legalábbis a tervek szerint, és ezt manapság sajnos a mai világban hozzá kell tenni, a koronavírus nem szól bele, október 20-án második alkalommal lesz Szarvason a városi polgármesterek randevúja, ez a legnagyobb hagyományon rendelkező önkormányzati esemény, 26 éve zajlik természetesen, és ennek ürügyét szerettem volna átadni neked a szót, megköszönvén, hogy második alkalommal lehetünk itt. Nekünk megtiszteltetés az, ugye 26. alkalommal kerül megrendezés, annyit jelent, hogy a rendszerváltást követően 4 évvel került első alkalom megrendezésre az év polgármestere. Vetélkedés és jelölés és egyáltalán címódaítélése. Ez úgy gondolom annak a szakmának, amely valójában rendszerváltás után alakult ki, vagy beosztás tisztség, egy nagy rangos elismerése volt, és bízom benne, hogy ezután is így lesz. Ezt követően 2001-ben azt hiszem, hogy a jegyzőn kapta meg az év jegyzője címet, aztán 2022. volt az alkalom, amikor személyesen is megkaphattam Budapesten. És ezért nagyon fontos számomra, hiszen azért gondolják el, hogy az ország polgármesterei közül Szarvasváros polgárai jelöltek ennek a díjnak a elnyerésére, és akkor úgy éreztem, hogy talán ennél nagyobb nincs a szakmában elismerés, most sincsen. Vannak kormánykitüntetések, állami kitüntetések, miniszteri kitüntetések, de valójában, amikor a szakma, azaz ez a polgármesteri hivatás, amelyet én annak tartok, ilyen rangos elismerést kap, azért az a szíven üti az embert. És ezt követően pedig pályáztunk a szféránál arra, hogy megrendezhessük az első szarvasi találkozót. Ez annak idén a szociális liberális kormány ideje alatt volt, és Lampert Mónika miniszterasszony tisztelt meg minket, nagyon sokan voltak, és mai napig emlegetik azt az eseményt és azt a rendezvényt, amely nagyon gálás volt a főtériskolában, és a mostan Liget Hotel területén pedig egy partival fejeződött be. Sokan emlékeznek ez az eseményre, és jó is. Ilyenkor nem csak egy kitüntetésről van szó, csak pályázatról, hanem egy szakmai eszmecseréről, ahol a polgármesterek megosztják a gondjaikat, tapasztalataikat, tehát van egy szakmai tartalma is, és ezt követően kerül sor a díjak átadására, az eredmény kihirdetésére, és ezt követően ünnepségekre is sor szokott kerülni. És az a megtiszteltetés ért, hogy Oltványi úr arra gondolt, hogy a második alkalommal is rendezzük meg Szarvason, mégpedig a Városi Múzeumban, amelyet most újítunk föl, és azért jöttünk onnan, mert a feltételeket szemléztük meg az imént dr. Meris János címzetes főjegyző úrra. Azt is el kell mondanom, hogy ő gyöngyösen kapta a díjat, és városunkat az a elismerés érte, hogy egy alpolgármester, két jegyző és egy polgármester kapott ezeken az országos randevúkon díjat, és mi nyilvánvaló, hogy ezért is nyújtottunk azonnal a kezet, mikor az kezdeményezés megtörtént. Én úgy gondolom, minden szakmának szükséges egy ranglistájának lenni, egy elismerési fórumának, és ebből nem maradhat ki a polgármester sem, a jegyző sem, meg az aljegyző sem, és az alpolgármester sem, mert ha ezt valaki hivatásból csinálja a közért, akkor ez a megtiszteltetés számára is további erőt ad. Mi bízunk abban, hogy ez a rendezvény is további erőt ad a mostani választásokhoz, meg a hivatás betöltéséhez, a jelenleg regnáló jegyzőknek, aljegyzőknek, alpolgármestereknek és polgármestereknek, mert ahogy az én szívemben is megmaradt ennek a díjnak a jelentősége, fontossága és megható jellege is, gondolom mások is így érték meg ezt annak idején. Úgyhogy a folyamatot 1994 óta folytatni kell, és most a következő állomása itt lesz a Szarvas városában. Úgyhogy köszöntöm Önt, a rendezvény és esemény szervezőjét, menedzserét, és készülünk október 20-án a Városi Polgármesterek randevújára Szarvason, mégpedig a Tessék Sámuel Múzeum épületében, amelyet gyakorlatilag az esemény fog avatni.
és ezzel szeretnénk megtisztelni a vendégeinket. Épp ezért várunk mindenkit az ország különböző pontjáról, és szeretnénk értelmes és okos eszmecseit is folytatni, mert a rendszerváltásnak egy nagyon fontos eleme az önkormányzatiság, amely nagy átalakuláson ment keresztül 1990 óta, de jelentőség a lakosság életminőségének, a település fejlődésében ezeknek a vezetőknek jelentős, be kell látni. Sőt, mint mondhatnám azt is, hogy szakma, csak még ezt nem minősítik annak, ez nagyon sok disziplinát kell művelni ahhoz, hogy az ember meg tudjon felelni a választópolgároknak és a települése minden polgárnak is, tudja a dinamikus fejlődést is biztosítani. Úgyhogy én nagy reményekkel állok a mostani rendezvény elé, és nagyon várom a kollégákat, a polgármestereket, mert mindig tudunk egymástól tanulni, és tudunk dolgokat jobban, szebben, okosabban csinálni. És ezzel biztosítjuk az itt élőknek, a választópolgároknak a komfortosabb, élhetőbb települést és a demokratikusabb városvezetést. Na, ennyit akartam mondani. Hosszú polgármester úr, nagyon szépen köszönöm. Néhány gondolatothoz csatlakozom, ha megengedett, de teljesen a rendező ember és a tényleg politikailag teljesen független magáncég vezetőjeként, amit én láttam ez a 26 év alatt, mert azért nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő. Igen. Eleinte, ahogy te is mondod, és Szarvas valóban legjobb hangulatú esemény volt. Nagyon-nagyon sokan eljöttek, elhozták a feleséget vagy férjet. Volt, amikor két napig tartott, volt, amikor egy polgármesteri bál övezte. Tehát mindig átalakult. Most egy kicsit szakmaibb, általában a régiókat képviselik azok a polgármesterek, alpolgármesterek és jegyzők, akik eljönnek. Egy azonban nem változott, és ezt én mindig is érzem, és Szarvas esetében szerintem nagyon-nagyon jó kijött. Az, hogy azt a vezetést, vagy városvezetést, de szerintem személyesen a vezetőktől nagyon sok függ, akit szeretnek az emberek, az sok szavazatot kap. Ennek az eredménye ez a díj, és az, hogy valóban tőletek, már bocsánat a tegeződésért, minden vezető kapott díjat. Más városokban, városrészekben nem így volt, és hogy mennyire nem így volt, azt azért láttuk a tavalyi választáson, amikor olyan emberek, akik gondolták, hogy, és aztán kiderült, hogy nem. Az átlagember nem így gondolja, mert egy vezetés, és ezt polgármestert százszor jobban tudod, az nem csak abból idézőjelbe áll, hogy rendkívül okos gondolatokat papírra vetünk, és azt megpróbáljuk erőnk szerint megvalósítani, hanem az emberekkel a kapcsolatot tartani kell. Ez valóban egy rettenetesen nehéz, olykor szerintem távolállóként sziszifuszi munka, de aki jó csinálja, azt kedvelik és újra választják. Ennyi, ami a megjegyzésedre a számból kívánkozó. És akkor még közbe kell vetnem azt is, hogy Oltvány Tamás a kezdetek óta szervezi ezt a rangos eseményt, amely a mi szakmánkban, és most idézőjel vetem a szakmát, azért nagy jelentőséggel bír, nem csak számomra, az ország különböző települések vezetőinek is, és jegyzik azt, hogy kikapott ezeken az alkalmakon a polgármesterek randóján díjat. Úgyhogy én most is csak arra bátorítom azokat, akik jönni fognak hozzánk, hogy jöjjenek el, mert egy rangos eseményről van szó, és én pedig köszönöm azt a sok éves munkát, amely ebbe benne fekszik, mert ezt ugye magánvállalkozásként indította, de ugyanakkor minden alkalommal minden kormány, 90 óta, igen, minden kormány támogatta, és minden belügyminiszter. Mert fontosnak tartották. Igen. Tényleg politikai hovatartozástól függetlenül. Minden kormány. Én pedig tényleg látom azt, hogy mi változik itt a városban, és hál' Istennek nagyon sokszor járok itt. Van egy listánk a www.szféraeuropa.hu honlapon, ahol például el lehet olvasni, hogy kik kapták eddig a kitüntetést, tehát kik voltak azok a városvezetők. Hát sajnos, hogyha ezt a nagyon nívós listát olvasom, bizony néhány általam tisztelt, szeretett kolléga nincs közöttünk. Igen. Ez az, ami engem mindig az idő múlására emlékeztet. Itt van Toller Laci Pécsről.
Hát igen, vagy Koncz Ferenc. Igen. Aki tragikus motorbeesetet szenvedett. Szóval ezek azért az ember szíven ütik, de hát beszéljünk a jövőről, és beszéljünk arról, hogy hogyan is zajlik le ez a rendezvény majd, akinek a főszónoka, vagy amelynek dr. Dukai Miklós az önkormányzati helyettes államtitkár lesz itt október 20-án, és gondolom, hogy az aktualitások fogják majd adni a beszédének, vagy a beszélgetésnek a legnagyobb részét, hiszen ki tudja, hogy addig mi történik a pandémiával. Mi arra kérjük tisztelettel a polgárokat az országban, és a sajton keresztül természetesen, és még egyszer köszönöm, hogy itt vagytok, itt vannak, hogy szavazzanak a mi honlapunkon, lehet ezt megtenni, egy mail címről egy szavazat adható le, az év polgármestere, alpolgármestere, itt van egyébként Szász Endre Linó metszete, az asztalra nem tudtuk föltenni, de itt van jól látható helyen. Ezt fogja megkapni az év polgármestere, év alpolgármestere és év jegyzője. Szeptember 7-től október 12-ig lehet szavazni. Én még egyszer abban bízom, hogy semmiféle változás sem a rendezvényben, sem a szavazásban, sem az eredmény hirdetésben a pandémia nem fog okozni, és minden az eredeti tervek szerint megy végbe. Ebbe kérem a tisztelt média segítségét. Igen, és az a legfontosabb, hogy a települések polgárai ezen az elérhetőségen az év polgármesterére, alpolgármester és jegyzőre szavazzanak, mert egy teljesen demokratikus díj, amit a települések lakói szavaznak meg. Nyilvánvaló, hogy a városok mértéke az különböző, itt vannak ilyen osztószámok, amely azt nézi meg, hogy egy nagy település milyen arányban támogatta a polgármestert, és ezt vetítik össze, hasonlítják össze a többivel. Tehát nem effektíve csak a számon múlik, hanem egy ilyen kalkuláción is keresztül megy, de szavazni kell rá. Ha meg akarják tisztelni a településeik polgármesterét, jegyzőit, aljegyzőit, mondjuk elégedtek a munkájukkal is ezért, akkor kérem, én nem a reklámhelye, de kérem, hogy szavazzanak rájuk. Én úgy gondolom megérdemlik, mert ezt csak alázattal és szolgálatból lehet csinálni, nem fizetségért és nem másért, az emberek szeretetét lehet csinálni, és ha ezt a szeretetet meg is nyilvánítják a szavazatukkal, akkor úgy gondolom, hogy helyére kerülnek ezek a díjak. Így van. Én azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy örülünk, hogy itt lehetünk, reméljük, hogy rendezetten megy az esemény. Az biztos, hogy ennél szebb helyszín nem lehet, hiszen volt nyáron már szerencsém megnézni a Tessedik Múzeum gyönyörű kívülről is, belülről tényleg parádés, és örülök, hogy ezt a helyszínt sikerült választani, és bízom benne, hogy a polgármesterek, akik idejönnek, ezt megnézik, ugyanúgy, mint Szarvas más különlegességét, a hidat, amit én imádok, a kedvesemmel, a Csétányi polgármester úrral találkozunk véletlenül egy koncert után. Szóval azért Szarvas tényleg az ember, legalábbis az én szívemhez közel áll, vagy a minivárost, ami tényleg csodálatos. Tehát buzdítok mindenkit arra, hogy jöjjön akár az rendezvényre, vagy elő, vagy utóbb, mert ez a város nagyon-nagyon látványos és jó hangulat van. Tehát szeptember 7-től, de október 12-ig lehet szavazni így az van. Ország polgárnak, és akkor én azért csatlakozom mellé a esemény mellé, íbán, hogy ilyen módon is, hogy a sajtót is megkérem rá, hogy segítsen ebben a dologban, hogy kapjanak lehetőséget a polgármesterünk a polgári szavazataival, hogy ezt a díjat elnyerhessék. És így biztos, hogy a tisztelt jele, a szeretet jele, a megbecsülés jele fog jelentkezni a díjak odaítélésénél majd. Tehát mindig így is esemény kapcsán. Van.